Ki látható a képen? István az erdész? Levente a műsorvezető? Vagy Gábor a rádiós? Megint a Levente. És a kép? Ki ez? Hát nézz oda! No, olyan jó, István, jó. Gábor ez a természetjárós izé. Mi történt itt? Elfolyt a tejek. Szerinted felismeri? Tényleg, hogy áll a melle? Itt sokat fogytál, nem? Igen, miért lóg az a kép? Erszény ott? Csimpánz csöcs. Ilyen, mint az övé. Ehhez nem járulok hozzá ez a kép. Még annál is nagyon. Ez nem én vagyok. Majom is jobban. Ez szívés után. Na. De várj, az nem van. Nem keresztül merre szívni szerintem. Nem volt valami orvosi szerkezet a mellkasodon? Nem, az a gerinc merevítő. Tudjátok, olyan, amit mintha lenne alatt egy orvosi szerkezet a pólód alatt, valami gerinc merevítő. Beperelem a televíziót a barátomnak a köszönöm. Kellemetlen helyzetre hozásáért. Ez a legújabb film, a test nélküli lovas. Ez nem is az én testem. Szerintem a fejedet oda photoshopolták a fejedet. Montázs a francia film. Talán a fejed se igaz. François Montázs. Figyelj, igazából bármelyik lehet. Figyelj, hát... Attól függ, hogy felismerik-e a Leventét ezek a fiúk. Hát, ha igen, akkor gyors. Nagyon jó irányba indultál. Szerintem Gábor a rádiós az lett. Ugye milyen jó a logikám? Olyan sok pont. István a Levente. Szerintem? Gábor a rádiós, én arra szavazok, de... Ez a D. István a Levente, és Gábor, aki erdőben vezet műsorban. Gyorsan mondjátok, hogy levessük. Gyorsan mondjátok, hogy levessük ezt. Én hiszek a Zolinak. De ne hívj nekem, mert... Gábor a rádiós. Szerintem is olyan, nem tudom, itt a... Ki a Gábor? Igen, és akkor csináltak róla, lőttek róla egy képet. Gáboros a feje. Igen, Gábor áll a Gábor. Tüzér. Kiment levegőzni. Igen, levegőzni. Reggeli műsorvezetés. Erre emlékszel, hogy mikor történt? Ez igen. Volt egy plasztikai műtétem, és mintha ma lett volna. Utána dobtak ki, és egyébként az erdőben a számhab... Három hétig csavargott az erdőben. Igen. Ez a harmadik hét vége. Lent vágták ki, és azért azt el kell mondanom, csak hogy... Csak zselét talált, semmi más. Hogy azt... Azért mondjuk el az én oldalamat szolgálja, hogy négy farkast neveltem fel. Ekkor kettő van. Romulus és Rémus. És hány farkas lógott? Pisztolytáskája. Jó, gyerekek. Le lehet szállni a testemről, jó? Tehát, hogy ennyi. Jó, tényleg ez esetben tényleg. És nem nevettem egyáltalán. De magamat nézem, ott láttam, elég jó a szíj, Melinda. Péter a kis dobos. Igen. Hát meg is lehetne rovagolni. Gábor a rádiós, egy kis rádióska, cuki meg kis rádiós. Gábor a rádiós megjelölt, de micsoda, meg is lehet rovagolni. Hát persze, hát szálljatok már le rólam. Na, hagyjuk már békén. Kérdezzük meg. Bunkó tetszeti a két sávónak, ő meg akar rovagolni. Azért mondom, hogy talán most sem mennem kell. Na, megjelöltük a C-t, a Gábort, a rádióst. Lássuk, hogy mi a helyzet. Ő ki? Na, hát ő ki? Ő tévés, ő rádiós. Rádiós? Szerintem igen, ő rádiós lesz, és... Bocskor Gábor? Talán? Nem, az máshogy... János, mint nem? Mint két tojás! De van olyan, nem? Bocskor valami, János. Hogy, bocs, nem, aha. Bocskor Gábor van, nem? Gábor? Az igen, nem az tudom. Műsorvezető, azt hiszem a... nem tudom melyikbe. Gábor a rádiós, igen. Kilátható a képen rádiós. A István az erdész, B. Levente a műsorvezető, C. Gábor a rádiós. Gábor a rádiós, most Gábor, Gábor a rádiós. Persze? Na, persze, Gábor a rádiós. Hogy a franc van ez? Így van. István az erdész. Figyelj, pont a szemüveg az olyan, mint egy iszére falágol. Meg most, hogyha rádiós lenne, akkor miért pont egy erdőnél egy fa előtt fényképezkedni? Figyelj, tökre vágom a csávót egyébként. Igen? Levente is lehetne a műsorvezető egyébként, de nem Levente a műsorvezető, mert nem olyan Leventés feje van, meg ilyen bozon, ezért biztos, hogy Bocskor Gábor a rádiós egyébként. István az erdész, azért nem mondanám egyébként, mert oké, hogy ott van egy szemüveg a kezébe, de biztos, hogy olyan fát vág ebbe a ruciba. Jó, de most én nem tudom, most, hogyha én egy rádiós lennék,
Vagy akkor tök lájtosan ugyanígy öltözni. Egy gépet egy kirándulás közben? Vagy... Persze, elment a családdal, a gyerekkel, mindenkivel kirándulni egyet, oda le a Duna-Tisza közé, ez aztán ennyi. Bocskor, Gábor a rádiós, Gábor a rádiós. Így van, tudni. Végül is olyan nyugodtan képest így a kisugárzás a képről, mint hogy Erdés. Persze, és Roma hoz mindenkit a rádióban, nagyon nagy forma. Igen? Ja. Gábor a rádiós. Gábor a rádiós. Úgy jövünk fel,